Köszöntöm a nézőket, Nagy István agrárminiszterrel beszélgetünk a következő szűk fél órában. Miniszter úr, köszönöm, hogy eljött, és köszöntöm nyilván a stúdióban. Nagyon jó napot kívánok! Szekszárdon ugye nem titok, hogy egy gazdászbárra érkezett, aminek ön a fővédnöke, de gondolom igazából nem annyira a buli itt a lényeg, hanem begyűjteni az információkat, illetve továbbadni. Mit tud mondani a helyi gazdásztársadalomnak? Milyen éveken van túl a magyar mezőgazdaság, illetve agrárium? Én azt hiszem, hogy van mire büszkének lenni, de azt is el kell mondani, hogy nagyon komoly munka van, és nagyon nehéz időszak is mögöttünk van. És pont ebből tevődik össze az, hogy az eredmények is szépen javulnak, hiszen a mezőgazdaság kibocsátása is mint 53%-kal több lett az elmúlt 10 esztendőben, tehát olyan növekmény van. Az export növekedésünk is, és az egész kibővülése a teljesítménynek az Európában dobogós helyen van. Tehát nincs oka panaszra. Amin változtatnunk kell, az az, hogy a mennyiségi mutatóink erősen javulóban vannak, ugyanakkor a jövedelmezősége a gazdatársadalomnak, az egy hektáron megtermelhető jövedelem mennyiség az, amiben elmaradunk a többiektől. És itt bizony a 27-ek átlagához képest a 46%-on vagyunk. Tehát ez egy nagyon komoly elmaradás. Ez mire vezethető vissza? Ez arra vezethető vissza, hogy a feldolgozóipar az egyszerűen nincs, vagy nagyon gyenge lábakon áll Magyarországon. Ez követhető a rendszerváltás időszakának, akkor, amikor privatizálásra került az élelmiszeripar, növényolajipar, konzervipar láthatjuk sorba, és azt gondolták akkor, hogy majd korszerűsítik, modernizálják, és ehelyett az lett, hogy bezárták, és csak piacot vásároltak, és nyakunkba kaptuk azt a özönterméket, aminek a minősége is kérdéses volt, de mindenki, mivel a vasfüggönyre úgy tekintett mindenki Magyarországon, hogy túl a Kánaán van, tehát minden, ami külföldi volt, azt mindenki jobban preferálta. El kellett teljen 2-3 évtized arra, mire rájöttünk arra, hogy ez nem is egészen így van. Ráadásul súlyosbította a helyzetet a szocialista kormány elhibázott döntése, az első Európai Uniós ciklus forrás felhasználását nem jól tették meg, hiszen szociális felzárkóztatásra fordították a nagy részét, és nem gazdasági fejlesztésre. Ezt meg kellett nekünk változtatni. És itt van a óriási különbség, hogy az első ciklus forrásait jól használtuk volna föl, mint ahogy a lengyelek tették, akkor mi is hasonló helyzetben lennénk már, mint Lengyelország. Ma pedig minden magyar gazdának gyomorszorulása van, hogyha a lengyel árúra gondol, hiszen itt van márciusban a friss almájuk, és ez elképzelhetetlen lett volna korábban. Régió szinten elosztva építették fel azokat a feldolgozó üzemeket, hűtőházakat, ami egy olyan fokú gazdasági növekedéshez vezetett a gazdatársadalomba, amit mi most szeretnénk majd utolérni egyáltalán. Mennyi idő lesz, mire utolérjük őket? Én azt hiszem, hogy az elkövetkező időszak kifejezetten az építés időszaka, hiszen a pályázatok elbírálásán túl vagyunk a vidékfejlesztés operatív programokból származó pályázatoknál. A megvalósítás időszaka van olyan, ami már kész is van, tehát lehet hallani, most már megállunk egy-egy üzem átadáson, de a 19-es és a 20-as esztendő már a termelés időszaka lesz kifejezetten. 19-ben szerintem nagyon sok üzemátadás lesz, és ez gyökeresen fogja megváltoztatni a magyar gazdatársadalom jövedelmezőségét. De amiért én itt vagyok, hogy ne kerüljük ki ezt a kérdést, ami nekem a legfontosabb dolog. Van a mezőgazdaságnak egy nagyon-nagyon fontos feladata az elkövetkező időszakban, és az agrárkormányzatnak is, ez pedig a generációváltásnak a segítése. Azért jöttem el ide a fiatalokhoz erre a találkozóra, hogy erősítsen bennük azt a tudatot, hogy jól döntöttek. Csak a nézők kedvéért, hogy ugye a Palánki mezőgazdasági így iskolában van. Lesz majd ez a gazdászbál, ahol majd találkozik is nyilván. Pontosan így van. Minden kihívásra adott választ ezeknek a fiataloknak kell megtalálni. Tudjuk ezeket a számokat, hogy 2050-re 9 milliárdan leszünk a Földön, 70%-kal több élelmiszerre lesz szükség úgy, hogy a klímaviszonyok miatt, a klímaválság miatt 30%-kal kevesebb termőföld és 40%-kal kevesebb ivóvíz fog rendelkezésre állni. Most gondoljuk el, a föld az véges. A termőföld minden évben fogy, és nekünk 70%-kal több élelmiszert kell előállítani. Sőt, súlyosabbat mondok, 10 éven belül 40%-kal több fehérjére lesz szükség. Na ez az, amire nem tudjuk még a választ a mai ismereteink alapján, hogy hogyan fogjuk ezt megoldani. Ezeket a fiatalokat kell úgy tanítani, úgy képezni, úgy motiválni, hogy megtalálják ezeket a válaszokat.
A legnagyobb probléma az, hogyha megnézzük az agrárfelsőoktatásban résztvevő, vagy részt akarni vevőket, akkor azt látjuk, hogy a tavalyi esztendőben a 12 agrárfelsőoktatási intézményben 98 jelentkező volt. Összesen? Akkor összesen. Amikor tudjuk, hogy stratégiai ágazat a mezőgazdaság. Tudjuk, hogy végtelen fontos volna, hogy nagyon komoly mennyiségű fiatal ember jöjjön és gondolkodjon velünk, és akarjon tenni a problémák megoldásán, akkor a 12 agrárfelsőoktatási intézményben osztatlan 5 éves közös képzésre 98 jelentkezett. Itt komoly bajok vannak. Tehát ezért is jöttem, lejjebb is rosszak a számok? Tehát, hogy középis lejjebb is nehéz a szám, hiszen minden más szakmai ágazat, a kereskedelem, a szolgáltatás, a műszaki, informatikai pálya mind sokkal színesebb buborékokat ereget, sokkal színesebb léggömböket tartogat a fiatalok számára. Ugyanakkor nekünk nincs más lehetőségünk, mint bebizonyítjuk a fiataloknak, hogy az agrárium, mindegyik tudományágra szükség van. Tehát ha az agrárpályát választják, akkor itt minden ismeretre, amit máshol egyen-egyenként megtanulnának, itt mindet használni kell, hasznosítani kell ahhoz, hogy a válaszokat megtaláljuk. Tehát arra 2050-ig fejlődő kihívásra nincs tiszta agrárválasz. Csak úgy tudjuk megtalálni a választ, ha a precízus gazdasággal foglalkozunk, ha a digitalizációval, a robottechnikával foglalkozunk, mert munkaerő egyre kevesebb, az állatnak egyre nagyobb az állatjóléti követelmények, hogy hogyan tartjuk, milyen körülmények között az állatokat. Tehát olyan technológiai fejlesztésekre van szükség, a környezetvédelem, a fenntartható gazdaság pedig olyan követelményeket támaszt a növénytermesztésbe, kevesebb vegyszer használat, szelektív használat, csak ott permetezzünk, ahol éppen a fertőzési góc van. Tehát számos olyan kérdés van, amire a válaszokat meg kell találnunk is. Ezért is vagyok itt, hogy ezeket a fiatalokat én szövetségesül hívjam, és erősítsen bennük azt az érzést, hogy a legjobbat választották, amikor az agrárium mellett döntöttek, és hogy mondják el a társaiknak, a többieknek is, hogy a legjobb dolog, a legnagyobb kaland, ami az életükben lehet, az, hogyha a mezőgazdasági pályára jönnek. Technológiailag mennyire felkészült a hazai gazdásztársadalom? Gondolok itt gépekre, gondolok tudásra, illetve ezeket a gépeket, illetve tudást a mai iskola akár középszinten, akár felső szinten át tudja adni a fiataloknak, vagy a tanulni vágyóknak? Én azt hiszem, ezzel nincsen bajunk. A technológiai fejlettség az globális szinten fejlődik. Pénz kérdése, minden, bármi megvehető. A nagy gondunk ott, hogy kinek adjuk át ezt az ismeretet. Tehát ott van az iskolában, ez nyilván a mi felelősségünk, hogy milyen bemutatógépeket tudunk tenni, de ezért találtuk éppen a duális képzést. Tehát mindazt, amit az állam központilag nem tud elérni, hogy minden iskolánkban ott legyen a legmodernebb, éppen tegnap kifejlesztett technológia is alkalmazzuk, ezért hívjuk segítségül, mert nyilván önmagunkban nem vagyunk képesek arra, hogy minden fiatalhoz eljussunk és meg tudjuk győzni őket. Ezért hívjuk segítségül a cégeinket, mindazon vállalkozásokat, akik élenjáróak, akik mennek, fejlesztenek, a legkorszerűbb technológiát alkalmazzák, na velük kötünk szövetséget, hogy alapítsanak ösztöndíjat, nyissák az üzemeik ajtaját, mutassák meg a gyerekeknek, legyen gyakorlati hely, ajánljanak munkaszerződéseket számukra, hogy egy fiatalember már úgy tanuljon nálunk az iskolába, hogy biztos jövőképe legyen majd a jövőben. Ez az, amit szervezünk most, ez a szakképzésnek is a nagy átalakítása. Azt szeretnénk elérni, hogyha minden egyes diák, aki szakközépiskolába jár, vagy szakiskolába jár, ami az Agrárminisztérium fennhatóság alá tartozik, annak legalábbis munkaszerződése, vagy ösztöndíjas szerződése lehessen különböző cégekkel. Egészen más a hangulat, hiszen kapnak egy kis jövedelmet is, és kapnak egy olyan nézetet, hogy részeseivé válnak egy termelő csapatnak, és büszkékedhet ő is azzal, hogy az a termék, az a cég logó, az ő is egyben. És hogy vigyék el a gyerekeket szerte a világba kiállításokra, konferenciákra, hogy láthassák azt, hogy gyakorlatilag az agrárium az nem egyenlő ma már a sáros gumicsizmával, hanem sokkal korszerűbb egy traktor belső, vagy egy kombánynak a vezérlése, mint egy személyautói. Tehát mindig az agrárium vagy a mezőgazdasági gépek előrébb járnak a technológiai fejlettségben, mint egy személyautó. Mindig minden nyilván hadiparral indul, és aztán jövünk mi mezőgazdaság, hiszen ezt így kell kihasználni, és csak majd utána jön a személyautó. Tehát aki ilyet tud használni, kezelni, annak nagy büszkeséggel kell lenni, és ezt szeretnénk a gyerekekbe fölépíteni, ezt a tartást, hogy aki
az agráriumba jön, annak nagy felelőssége van, nagy kihívásokkal néz szembe, de nagyon sokat köszönhet nekik a társadalom. Na, ezt a megbecsültséget szeretnénk elérni számukra. Technológiai szinten a hazai cégek fel tudják már venni a versenyt a nyugat-európaiakkal? És ez, jó, gondolom, egy-kettő biztos, ez hogy pontosan van, de hogy, tehát, hogy mikor lesz ez általános, vagy mit kell tenni ahhoz, hogy ez általánosabbá váljon? Én azt hiszem, hogy a világ kinyílt teljesen. Van, amiben mi vagyunk a legjobbak, és van, amiben mások a legjobbak. De mivel nyitott a világ, ezért én annak a híve vagyok, hogy a kutatásfejlesztést, azt le kell osztani igenis globális szinten. Tehát az nem lehet, hogy minden ország elkezd maga valamilyen ugyanazt a tárgyat, ugyanazt az eszközt fejleszteni, és súlyos akár magyar milliárd forintokat elkölteni, vagy milliárd eurókat elkölteni. Sokkal egyszerűbb, hogyha egy ekét azt fejleszt, aki ahhoz ért a legjobban. Egy talajművelő eszközt azt fejleszt, aki egy drónt azt fejleszten, ahol az a technológia a legfejlettebb, és majd aztán megvásároljuk, és maximum arról tárgyalunk, hogy hogyan tudjuk előállítani a licensz alapján mondjuk mi az övékét, ők pedig a mi fejlesztésünket. Egyszerűen nincs annyi pénz a világon, ami a nagyon gyorsan változó klímának, klímaválságnak következtében föllépő új kihívásokra választ tud adni. Nézzük meg, új kártevők jelennek meg, új rovarok érkeznek, küzdünk a szőlőbe, ugye itt vagyunk pont a legjobb helyen. Óriási veszély fenyeget dérül minket a drozofilákkal kapcsolatosan. Tehát mind-mind olyan lehetőség és olyan veszély, amire nem vagyunk mi csak magunkban elegendők, hanem össze kell fognunk, és mindazt a kutatói ismeretet, tudást össze kell rakni. Ezért beszélünk kormányzati szinten is arról, hogy a kutatásfejlesztést azt össze kell hangolni. Tehát nagyon sok helyen széttöredezett az országban is a kutatókapacitás. Ugyanakkor forrásaink természetesen végesek. Ezért szeretnénk ezt megfogalmazni helyesen a célokat, hogy miket szeretnénk, és akkor ezekre a forrásokat összpontosítani, hogy azért a tudásunk legjobbát ezek megoldására tudjuk fordítani. Nem vagyunk rosszak egyébként a startup vállalkozásokban, mert mögöttünk nem nagy pénz van, ahhoz, hogy valaki kitörjön, ahhoz az minden fiatal tudja nálunk, hogy ahhoz valami okosnak kell lenni, bele kell ásni magát valamilyen mélységébe a különböző kihívásoknak, és ott kell megtalálni a választ. Tehát ezért a magyar találékonyság, ötletesség, szerintem így is vagyunk kódolva valahogy, az világhíres, és ezért is vannak nagyon sok jó találmányuk. Oda kell figyelnünk arra, hogy ezeket az ötleteket ne külföldre vigyék, ott próbálják megvalósítani, és aztán persze majd ott valaki halálra keresi magát rajta, hanem nyitottak kell lenni nekünk is, vagy résen kell lenni nekünk is arra, hogy a jó ötleteket tudjuk itthon megtartani és megfinanszírozni, hogy akkor innen vigyék a világba, az sokkal jobb üzlet mindenkinek. Hazai forrásból tudjuk megfinanszírozni, vagy kellenek ehhez az Európai Uniós források is, és ezeket mennyire tudjuk felhasználni? Ugye egy része elmegy nyilván a területalapú támogatásokra, mi az, ami megmarad, amivel lehet gazdálkodni? Most is pályázunk Európai Uniós forrással, hiszen van egy ilyen 10 milliárdos kerete Magyarországnak ebből a BioEast forrásból, ami kifejezetten kutatási pénz. De mi is már úgy tervezünk eleve, hogy összefogunk a visegrádi négyek tagállamával. És az az érdekes, hogy a visegrádi négyek sikere az Európai Unióban magunk mellé vonzott másik 8 országot. Végtelen jó érzés látni azt, hogy van egy tengely, és erre szépen fősorakozik a Baltikum, és fősorakozik a Balkán is Romániával együtt. Fantasztikus dolog ám 12 országgal leülni az Európai Unióba, és azt mondani, hogy a visegrádi 4 plusz 8-nak van egy álláspontja. Mindenki rögtön meghököl, hogy azt bizony akkor tudomásul kell venni, hogy az nem lehet csak úgy lesöpörni, hanem akkor ez egy nagyon komoly dolog. És most a kutatásfejlesztést is próbáljuk pontosan így összehangolni, hiszen az a visegrádi 4-ek mezőgazdasági adottságai helye közel azonosak. Ugyanakkor önmagunkban mind-mind kicsik vagyunk ahhoz, hogy valami óriási mennyiségű pénzt tudjunk ebbe befordítani. És amikor mi észrevettük azt, hogy az Európai Unióban vannak ilyen kutatásfejlesztési pénzek, ez a BioEast, és ezt mindig csak Németország, Franciaország, Nagy-Britannia vette ki nagy mértékben, akkor szóvá tettük, hogy de hát bocsánatot kérünk, nekünk is van ehhez jogunk. És amikor felemeltük a hangunkat a 4 plusz 8, akkor felrakták a kezüket, és azt mondták, igazunk van, akkor egy 10 milliárdos keretet adunk ezeknek az országoknak. Fantasztikus érzés, hogy ez sikerült, és ez megint csak a kutatásfejlesztésnek ad egy nagy löketet. Mit fogunk ebből csinálni? Én azt hiszem, hogy azt kell megtalálnunk, hogy
ilyen hangzatos szóval biomassa előállítás, kezelés ennek a egyik szegmense, az ökológiai gazdálkodás a másik szegmense. Minden esetre azokat a lehetőségeket kell megtalálnunk, hogy csökkenő víz felhasználás, tehát egyre növekvő aszály mellett hogyan tudunk mégiscsak eredményesen gazdálkodni. Mert az aszálynál is nem is csak az a fő problémánk, hogy a talajban lévő víz mennyisége mekkora, hanem az, hogy a levegőben lévő páratartalom is nagyon-nagyon kevés. A vizsgálatok azt mutatják, hogy több olyan nap jön egymás után, amikor a légköri aszály olyan magas, hogy nem tud a növény, ha elegendő víz lenne a talajba sem, annyit felszívni, mint amennyit elpárologtat a levegőn keresztül, olyan intenzív a napsugárzás. Tehát ez az egyik ilyen irány, a tápanyaggazdálkodás, a fenntartható gazdálkodásban a másik, amit egyszerűen pótolnunk kell, hiszen 50 év alatt 10%-ra esett vissza a talaj tápanyagtartalma. Hihetetlen veszteség. És akkor, amikor az ember azzal szembesül, hogy szalmabálás erőmű van valahol, hogy elviszik a szerves anyagot a területről, ami rettenetesen hiányzik a talajban. Másik oldalról azzal szembesülünk, hogy az állattenyésztőket pedig bírságolják, mert a trágya felhasználás és a trágya kezelés nem megoldott, és nem tudjuk összehozni az állattenyésztést a trágya képzésével együtt, a növénytermesztővel, aki pedig ki van éhezve arra, hogy a talajtápanyag utánpótlását tudja. Tehát a trágyát kivinni a földre. Pontosan így van, tehát ez egy hihetetlen dolog, hogy eljutottunk idáig sajnos, és most ebben nagyon szigorúan föl kell lépni, hogy minden egyes növénytermesztő, állattenyésztőnek hogyan tudunk olyan szerződéseket, vagy hogyan tudjuk az egymásra találást biztosítani, hogy a trágya keletkezés, kezelés és felhasználás az a lehető legoptimálisabb legyen. Az, hogy csökkent a talajban lévő tápanyag szint, az összefüggésben van azzal is, hogy ma már másfajta növényeket termelnek? Nem csak ezzel van összefüggésben, hanem az a probléma, hogy az a szerves anyag, ami keletkezik a szántóföldön, ugye az elkerül. És mikor volt szerves trágya utánpótlás? Nagyon-nagyon régen. A nagy sugárzó napsugár is, a nagy melegek is, az aszályok, azok is hozzásegítették, hogy a talaj mikroorganizmus tartalma, a benne élő mikroorganizmusok száma drasztikusan lecsökkenjen. És akkor érezzük azt, hogy kihúzunk egy sárgarépát, megkóstoljuk, hát olyan, amilyen, ismerjük ma már. De ha behunjuk a szemünket és rágondoljuk a nagymamánk sárgarépájára, amikor gyerekkorban ettük, egészen más közt a különbség. Ha megnézzük azokat a termés mennyiségű eredményeket, amiket tudunk, és mondjuk megnézzük Nagy-Britanniában, egy búzánál mondjuk, hogy nálunk a 5-5,5 tonna nagyon szép átlagos eredménynek számít, máshol 8-10-12 tonnákat tud búzából valaki termeszteni. Nem mindegy. Ha megnézzük az összetételét egy szem beltartalmának, megint csak látszik az, hogy egészen más az ásványi anyag tartalma, egészen más a mikroelem tartalma, mert hiányzik a talajból. Tehát mivel egy korlátos jószágról beszélünk a tápanyagot, a termőtalajról, ezért ennek a kezelése, ennek a odafigyelése az nem tűrhalasztást. És ráadásul, akkor van még hova fejlődni. És ráadásul, mivel bérletben van nagyon sok termőföld használva Magyarországon, és a bérlő és a gondos gazda főhasználása között azért nagy különbség van, ezért szeretnénk elérni azt, hogy aki bérbe veszi a földet, előzze meg egy talaj mintavétel, egy bevizsgálás, hogy tudjuk, hogy mi a talaj tápanyagtartalma, és a bérletidő lejárta után is venni kell egyet, hogy összevessük, hogy az a szabály, hogy növelni kell mindenkinek a talaj tápanyagtartalmát. Akinél nem ez az eredmény jön ki, annak nagyon komoly bírságot kell majd fizetni. Hogyha a szárazságnál maradunk, az öntözés fejlesztése, az öntözéses területek számának a növelése az nagyon földhöz ragadt, mert most ugye elmentünk itt a kutatásfejlesztés irányába, de ami azért kézzel foghatóbb és józan paraszt ésszel beláthatóbb, az mégiscsak az, hogy a vizet valahogy odavinni. Ez így van, vita zajlik Magyarországon, és ugye kétféleképpen tudunk öntözni. Az egyik a felszíni vizek használatával, a másik pedig a furtkutak használatával. A furtkutak felhasználásával nagy társadalmi vita zajlik éppen, hogy mi a fontosabb a jövő generációnak védelme, tehát a talaj ivóvíz kincs védelem számít elsődlegesnek, vagy pedig az okszerű mezőgazdasági vízfelhasználás, illetve ott van nekünk a felszíni vizek is. Én úgy vagyok ezzel, hogy míg eldől ez a vita, addig is mennünk kell előre, hiszen ma 80-85 ezer hektáron öntözünk.
de a kiépített csatorna nyomvonal az 250 ezernyi hektár öntözését teszi lehetővé. Ez sokszoros. Ez meg háromszorozza rögtön is. Azt a célt tűztem ki magunk elé, hogy tegyük rendbe ezeket a csatornanyomvonalakat, és tegyük lehetővé, hogy a gazdák a legegyszerűbb adminisztráció mellett, a legkisebb teher mellett felhasználhassák ezeket a vizeket. A vízügyi igazgatósággal azon tárgyalunk, hogy milyen időeloszlásban tudjuk ezeket a csatornákat használhatóvá tenni, és ebben meg fővizet biztosítani. Azért van erre erkölcsi jogunk, hiszen ha megvizsgáljuk a vízkészlet magyarországi mennyiségét, akkor azt látjuk, hogy kevesebb víz érkezik be az országba hozzánk, mint amennyi távozik lent a Dunán és a Tiszán. Na, ezt nem lehet hagyni. A kettő közti különbség az erkölcsi alapot ad arra számunkra, hogy felhasználjuk ezt a vizet. Ezen vagyunk most teljes erővel, vetítjük azokat a köröket, mint a területeket egymásra, ahol el kell indulni először ezzel az öntözés felhasználásával, és aztán persze menet közben pedig folytatjuk a kutaknak a kérdését. A parlament, nagyon remélem, hogy bölcsen dönteni fog arról, hogy 2 év moratóriumot vezetünk be, míg ez a vita lezajlik, tehát addig senkit nem háborgathat senki azért, hogy most furt kutya van, vagy sem. Én szeretném azt fölvetni ebben a vitában is, azt a gondolatot behozni ebbe a vitába, hogy tegyünk különbséget a locsolás és az öntözés között. Ha különbséget teszünk a locsolás és az öntözés között, akkor már is a legnagyobb kérdéskört le is zárhatjuk és meg is tudjuk oldani, mert az azt jelenti, hogy aki vidéki házánál meglocsolja a paprikáját, paradicsomját vagy éppen a füvét, az egyáltalán nem befolyásolja a talajvízkészlet szintjét, főleg nem a jövő generáció ivóvízbázisának kincsét. Nem kell vegzálni az embereket, nem kell háborgatni semmit, ezek a kutak 10-12 méter mélységről, az első vízzáró rétegből jönnek, tehát jobb, ha azt teljességgel békén hagyjuk, mert az locsolás. Az öntözés, ahol egy 80 méteres mélységű kút van és sok száz köbméter vizet kiveszünk, az természetesen a gazdának gazdasági előnnyel jár az, hogy öntözünk. És mivel az egy komoly mennyiséget jelent, ezért én azt teljességgel egyetértek azzal, be kell jelenteni, netán engedélyeztetni kell, de az egy nagy kérdés, hogy ezért miért kell fizetni. Tehát nem, ne kelljen a gazdáknak itt 500-550 ezer forintot ezért a dologért fizetni, mert akkor mindenki igyekszik ezt megkerülni jó magyar szokás szerint. De ha az élethez optimalizáljuk a dolgot, és tényleg azt szeretnénk, hogy felelősen gazdálkodjanak a gazdák, akkor lehetővé kell tenni agrárrezsicsökkentés címén, hogy ezért ne kelljen ekkora összeget fizetni, és már is minden gazda partner tud lenni ebben. A vízügyi szakemberek kiadják azt az igazolást egy vizsgálat után, hogy ott a vízbázis sérülékeny, nem sérülékeny, lehet öntözni, mekkora kapacitással, hogyan. És bizony lesz olyan terület, ahol azt fogják mondani a vízügyi szakemberek, hogy itt nem javasoljuk az öntözést. A gazdáinkat ilyenkor le kell ültetni, meg kell beszélni, hogy akkor mi az az alternatív növénytermesztési forma, vagy mi az az alternatív gazdasági forma, amivel ők gazdaságosan tudnak termelni. De itt is van egy nagyon nagy magyar találmány, amivel világhíresek vagyunk, ez pedig a Walter Rathenauer, ez a vízőr technológia. Ezt úgy kell elképzelni, szerintem lassan nem is lehet majd enélkül eredményesen termeszteni. Aki ezt a technológiát használja, ez szintén ilyen 7-8 ezer forint per hektáros költséggel múlik, ami azt mutatja, hogy a záró gyomírtóval egyszerre ki lehet juttatni, ez egy gélszerű anyag, lejut a talajba 20 centi mélyen, ott egy filmet képez, ami azt jelenti, hogy alulról nem engedi, hogy a víz elpárogjon, felülről jövő esőt pedig magába engedi, és az lemegy. Tehát mintegy 60%-a több vizet megőriz a talajba. Rögtön a talaj mikróba tartalom életképesebb lesz, tehát tud szaporodni, eredményesebben tud végezni, a növény gyökér szintjén megőrizzük a plusz vizet, és ez egy óriási lehetőség arra, hogy a mezőgazdaság fejlődjön, és a vizet észszerűen tudjuk használni. Miniszter úr, mielőtt elengedjük, egyetlen kérdés, májusban ugye Európai Uniós választások lesznek. A gazdásztársadalmat, a magyarországi gazdásztársadalmat valamilyen szinten érinteni fogja ennek végeredménye? De még mennyire? Itt akár a következő uniós ciklusban a felhasználható pénzekre is akár. De még mennyire őrületes vita zajlik az Európai Unióban, és a közös agrárpolitika pillérén zajlik jelen pillanatban ez a vita. Az elbúcsúzó Európai Uniós Parlament vezetői azok azt szeretnék elérni, hogy a közös agrárpolitika céljaiból olyan finanszírozás is történjen, ami egyáltalán semmi köze nincsen az agrárszektornak.
migráns kérdést kellene finanszírozni belőle, a letelepedést, a bevándorlást kellene segíteni belőle, ezzel Magyarország abszolút nem ért egyet. És mi azt mondjuk, hogy szeretnénk egy olyan megállapodást kötni, ami a gazdák jabadalmát és juttatásait nem csökkenteni, sikerüljön megőrizni ezt a szintet. Ez egy nagyon nagy dolog lesz, hogyha ezt meg tudjuk tenni, hiszen Nagy-Britannia távozik. Azért ő egy nagy nettó befizető ország volt, tehát eleve kevesebb lesz a büdzséből. Mi most azon dolgozunk, hogy hogyan találunk más költségvetési sorokon olyan forrást, amit a közös agrárpolitika számára lehetne fordítani. És minden célunk az, hogy hogyan lehetne ez egyszerűbbé tenni, hogyan segítse a generációváltást, hogyan segítse a kihívásokra adandó megfelelő választ, hogyan segítse a gazdaság zöldítését egyébként, és hogyan segítse a minőségi élelmiszer előállítását. Ez az a nagy kör, amiben mi gondolkodunk. Csak hogy érzékeltessem a vita nagyságát, ami javaslatot megkaptunk, mind a 27 tagállam egyértelműen elutasította, és kifejezte, hogy ez egyáltalán nem támogatható. Próbálnak bennünket beszorítani a sarokba, hogy még az Európai Uniós választás előtt elfogadjuk a közös agrárpolitikát. Magyarország álláspontja pedig az, hogy hát egyáltalán nem célunk az, hogy siettetve, elhamarkodott döntést hozzunk. Ráadásul tudjuk most jól, milyen az Európai Uniós tagállamok egy részének akár a migrációhoz való állása, vagy ebbe a kérdésbe az ő nézete. Ezért azt mondjuk, hogy az a célszerű dolog, hogy a következő 7 évre szóló a gazdák életét meghatározott döntéseket az új Európai Parlament hozhassa meg az új összetételében, hiszen az az európai közállapotoknak, a közhangulatnak megfelelőbb képet fog tudni mutatni, és reméljük, hogy az érdekérvényesítésünk is sokkal inkább erősebb lesz majd a választás után. Miniszter úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, a nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!